Megmutatom nektek, hogyan készül el a világ leggyorsabb fasírtja, ami nem csak azért különleges, mert tényleg nagyon gyorsan elkészül, hanem mert diétás, isteni finom fűszeres, ráadásul húsmentes, tehát hogyha vega vagy, vagy esetleg húsundoros napjaid vannak, akkor is tökéletes megoldás. Csupán ez a két hozzávaló kell hozzá, amiből az egyik a pék fasírtpor, amihez csak vizet kell hozzáadnod, el kell keverned, és már is kész a finom fasírt alapod. A dobozon rajta van a receptúra, mi is ezt követtük, 90 g fasírtporhoz kell 100 ml víz. Ebből kis gombócokat formázunk vizes kézzel, majd jöhet a sütés pék MCT olajon, ebből nagyon pici kell hozzá, és én azért használom, mert ez diétához tökéletes, hiszen nem rakódik le zsírként, nem fáj tőle a hasad, hogyha érzékeny vagy a zsíros ételekre, és sokszor fáj tőle a hasad, akkor ez tökéletes választás, ettől tutira nem fog. Nagyon szépen kisül benne a fasírtunk, közepes lángon szoktam sütni, így nem ég meg. Mind a két oldalát süsd meg aranybarnára, majd tedd egy törlőkendőre. Hogyha kész vagy, akkor pedig jöhet a tálalás. Itt én most karfiol rizst fogok használni, de amúgy bármit tudsz hozzá használni, akár bulgurt is, akár rizst is, vagy zöldséget. A képen karfiol rizs látható, hogyha érdekel ennek a pontos receptje, akkor írd meg kommentbe, és csekkold a pikshop.hu-t.